Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőit és a rádió hallgatóit. Galici Margó vagyok Kecskemétről. Abból az apropóból vagyunk most mi itt, kedves vendégemmel, Fekete Alizzal, hogy egy pár útkereső gondolatot osszunk meg önökkel, mint útkeresőkkel, mi is azok vagyunk még, és bemutassuk Aliznak az új könyvét, a Fényküldött című könyvet, ami szintén az útkeresőknek szól. Egy kis idézettel szeretném kezdeni, egy kedvenc kis mondásommal. Azt mondja Isten, hogy amikor imádkozunk, akkor mi szólunk hozzá. Amikor pedig intuíciót kapunk, akkor ő küldi a megoldást a mi kéréseinkre. Minden nap mi is több feladatot kapunk, amit meg kell oldanunk. Ezt a hitünk által, az energiánk által tudjuk megteremteni, megtenni. Amikor imádkozom, ugye mindennapi meditációban, vagy ima meditációt használok, vagy mantra meditációt használok, akkor mindig kérem a mennyei atyát arra, hogy mutassa meg, hogy mi a feladatom, mi lesz az, amit tennem kell, mi lesz az, ami esetleg megoldás lesz az én feladataimra, és ő vigyen engem ezen az úton, vezessen, tereljen, és adja meg a megoldásokat is. Amikor ugye imádkozunk, és utat keresünk a jövőnk felé, a feladataink, a céljaink felé, akkor eszembe jut még egy nagyon kedves mondás, vagyis egy személy, aki Erdélyben papként élt, és Jézus diktált le neki karmáról, meditációról, a köztes létről, mindenről információkat, és ő azt mondta, hogy ahány ember van a Földön, annyiféle útunk van. Tehát akár 8 milliárd útunk is lehet. Mindenkinek más az útja, senkinek nincs egyforma, és ezt mi útkeresésnek hívjuk. Feladataink, darmáink vannak itt ebben az életben, ezeket kell megtalálnunk, ezeket kell beteljesítenünk, a karmáinkat meg kell oldanunk, és akkor lesz teljes az életünk. Erről azért beszéltem, mert ez a kis könyv, amit szeretnénk önöknek bemutatni, a Fényküldött, egy ilyen hölgyről szól, Földről, Fernandáról, aki maga is útkereső, és nem csak útkereső, hanem egy olyan mindennapi problémával küzd, aki akár egy átlagos magyar lány is lehetne. De itt át szeretném adni a szót, kedves Aliz, kérlek mutatkozz be a nézőknek, mondd el egy pár szóban magadról, és hogy lett ez a könyv. Szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Aliz vagyok, írói álnevem Alice Iterien, és a Fényküldött a harmadik könyvem. Ez egy más típusú könyv, mint az előzők voltak. Ez valóban egy fényküldöttről szól, aki nem véletlenül kapta ezt a nevet, mert egy olyan küldetést kell neki teljesíteni a fény nevében, ami egy kicsit már megint ilyen világmegváltós, és ez a hölgy ez nagyon mélyről indul. Egy balesettel indul a könyv, aminek folyamányaként ő beszél jó pár fóbiát, pánik betegségig is eljut szegény, és ezekkel a tacsokkal kell neki tovább menni. Zsákokkal a hátán. Igen, így van, ezekkel kell neki tovább menni, és kellene az ő küldetését beteljesíteni. De hát ugye mi mindannyian fernik vagyunk, a hölgy ugyanolyan fontos, mint amennyire mi fontosak vagyunk, és ugyanúgy ezt az elesetnek tűnő kislányt sem, fiatal hölgyet sem hagyja magára a Jóisten, és itt is jönnek be olyan dolgok, hogy nem hagyják, hogy ő a betegségében elmerüljön, és nem hagyják, hogy dolga végezetlenül menjen ki a világból, hanem küldik neki a jeleket, küldik az összefüggéseket, küldik a kristályokat, és a kristályon keresztül jut el olyan információkhoz, és viszi el őt az ismeretség a kristályok olyan helyzetekhez és helyekhez, ahol majd neki lehetősége lesz a sorsát beteljesíteni. Magyarán ki kell mozdulni a komfortzónájában ahhoz, hogy megoldja az egész életét. Mindjárt hiszünk valamiben, Fernanda a kristályokban hisz. Én nagyon sok ismerősöm is van, aki a kristályokban, ugye, akár csak az alap, a hegyi kristályt említsen, de mindenki hisz valamiben. Ugye a hitünk visz még előre ezen az útkereső úton, és úgy gondolom,
hogy ha valaki a kabaláiban, a kabalállatban, szerencsetollában, vagy bármi olyan ékszerben, bármiben hisz, az már egy olyan erőt ad, amivel úgy gondolja, hogy túl fogja tudni élni, meg fogja tudni élni, be fogja tudni teljesíteni, és haladni fog előre az úton. Mert megvédi az a bizonyos tárgy, személy, ima, meditáció, bármi. Fernandával is ez a helyzet, hiszen meg kell tanulnia meditálni. Meg kell tanulnia elhagynia itt a földi dolgokat. Beszélek itt alkohol, drog, vagy az nem is volt, de... Nem, de az alapokat elmondja a mestere, hogy mi az, ami ahhoz kell, hogy olyan tudatállapotba kerüljön, hogy a kristályokkal tudjon dolgozni. Ehhez kell az, hogy egy tiszta tudat állapotot elérjen, és ehhez ad ő neki kapaszkodókat, tanácsokat, fizikailag is, tehát ugye meditációt végezzük nyilván fizikailag is, de ott az elme, a szellemünk, a lelkünk az, ami szintén bevonódik, és vannak azok a fizikai dolgok, amikor rosszul van, teszem azt a hölgy, és megmondják, hogy melyik pontot kell, hol kell nyomnia ahhoz, hogy a szorongás csökkenjen azonnal, tehát meridiánokat, ilyesmiket is tanít neki. Igen. Ezek meg ugye mostani élethelyzetünkben egyre fontosabb, hiszen tele van a világ félelemmel. Sajnos ugye ez a vírus helyzet, ami jelen pillanatban is a világban van. Félelemhelyzetet generál, és tudnunk kell ebben az életben talpra esetten tenni a dolgunkat, mennünk a mindennapokban, és ugye Fernanda is ezt teszi. Átszerű a világot azért, hogy megvalósíthassa az álmát, megvalósíthassa a darmáját, és egy képzett kristálycsiszoló lehessen belőle. Tudnunk kell a kristályokról, hogy ugye a rezgésük van. Ezeket a rezgéseiket szoktuk használni. Akár saját magunk gyógyítására, más embereknek a közérzetének a javítására, vagy gyógyító folyamatok elindítására. És ugye ezeknek a kristályoknak nagyon tisztának kell lennie. Ezért kell akkor a csiszolónak is tisztának lennie? Mert beleviszi az energiát? A készítőnek mindig benne marad egy kis szeletkéje a kristályban, tehát itt nem mindegy, hogy milyen tudatállapotban nyúl hozzá, nem mindegy, hogy majd annak, aki használja eszközként, az milyen energiákat fog kapni, mert mindig a kibocsátóból töltekezik tulajdonképpen a kristályunk. De benne van a Földnek a hozott energiája. Van egy alap energiája, amit hozzátesz a megmunkáló, az is benne marad, illetve a szándék, amivel mi azt megfogjuk, és amivel majd akár magunkat, akár egy kedves klienst részesítünk a kristályok áldásos hatásában. Erről is szól a könyv. Szeretnél-e még valamit elmondani erről a könyvről? Ez egy kalandregény. Elsősorban egy olyan kalandregény, amit anélkül is lehet élvezni, hogy az embernek lenne bármilyen spirituális előképzettsége. Avval is indítom a könyvet, hogy akinek füle van, az hallani fogja a könyvön végigvonuló spirituális útkereséshez segítséget adó támpontokat, terelő táblákat. Aki nem, az tehát simán egy kalandregénynek, egy romantikus kalandregénynek is elmegy. Azt mondtad nekem, hogy sok mindent leírtál a regényben, ami aztán nem is történt veled. Igen, nagyon érdekes, hogy az ember beleteszi, az író beleteszi magát a könyvbe, tehát tulajdonképpen saját magából ír, saját magából merítkezik, és egy kicsit terápiás maga az írás is. Egyrészt kiadjuk magunkból azt, ami nem jó, ami nem tetszik, másrészt meg megteremthetjük, az írott szó erejével megteremthetjük a jövőnket, a gyógyulásunkat. És nagyon érdekes volt, és egyben hátborzongató is, hogy nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy nem fogom elmondani, hogy mik voltak, de találják ki majd az olvasók, hogy mi az, ami megtörtént. Nagyon-nagyon különleges volt, hogy amikor ott álltam a helyzetben, hogy én leírtam, és megtörtént, és ugyanúgy. És nem egyszer, háromszor. Tehát egyet elmesélünk röviden a nézőknek. Tudok valami zuhanyzós történetről, ami elindította ezt a könyvet. A vulgárkristályt nézegettem, ami a könyv hátulján is látható. Nekem is van egy mentorom, aki ilyeneket készít, és tulajdonképpen ennek a kristálynak a nyomában járunk majd a könyvben. Ezen gondolkodtam, illetve arról a személyről, aki ezt kitalálta, csiszolta, Marcel Fogelnek hívták, 1991-ben elhunyt sajnos, és
És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy jött ez az ötlet neki, hogy ő ezt a kristályt megcsiszol, és mondja, jó lenne őt erről magát megkérdezni, és az uhany alatt állt, amíg a hajamat mostam, és egyszer csak megszólalt, nem is a fejemben, hanem mellettem egy hang. És az úriembert véltem felfedezni benne, és tulajdonképpen míg folyt rám a víz, nyilván ilyenkor az ember energiarendszere is tisztel, főleg, hogy haját mostam, tehát, hogy gyakorlatilag koronacsakrától, gyökércsakráig átmosott az uhany, és én a vízben mindig jobban veszem az információkat. És tulajdonképpen megkért egy könyvnek a megírására. Nem ez a könyv lett végül is, az is folyamatban valamit ő kért, de egy első nekifutásra ez jött ki belőlem, és nagyon jó lett. Én is már olvasom, és ha jól tudom, akkor nagyon sok karaktert az életből vettél. A mentorom is benne van, ő az egyik, aki végig fogta a kezemet a valóságban is, a másik pedig te vagy. Tudok Zsuzsiról is. Van benne. Tényleg sok olyan, aki inspirált. Kovács Béla is van benne, Guné Zsuzsi is van benne. Garaci Margó Júli szerepében fog tevékenykedni, egy meditációs központot vezet. És sok kitalált is van benne, de ezt is majd az olvasókra fogom bízni, mert nincs benne olyan személy, aki teljesen önmaga lenne. Tehát egy kicsit mindig hozzáteszek, kicsit mindig átveszek egy-egy fővonalat, ami kell a könyvbe. Hasonlítottad a könyvbemutatón a könyvet egy másik könyvhöz. Elizabeth Hike-ra gondolsz? Vagy a Verne könyvre. Vagy a Verne könyvre, igen. Nagyon-nagyon sok rétegű, tehát nagyon sok témát lefed a könyv, de aki olvasta a Jules Verne-nek az utazás a Föld középpontja felé, az ezt is remélem, hogy szeretni fogja, mert kicsit ez is olyan, kicsit lemegyünk a föld mélyére. Egy kis romantika, egy kis kalandregény. Sok kaland, sok spiritualitás, sok kristály, tetemes mennyiségű romantika, és majd egy második kötet. Úgyhogy... Ami már készülőben van. Készülőben és van. Akkor van egy harmadik kötet, az pedig a kristályok használatáról fog erre készülni. Erre kért fel engem Marcel Fogel, hogy próbáljak egy ilyet összehozni, és folyamatosan vezet helyzetekhez, szituációkhoz, emberekhez, akiktől az információkat kapom, úgyhogy folyamatban van. Nagyon, nagyon kemény dió, nagyon metafizika. Írtál, ahogy olvastam a könyvnek az első pár oldalát, nagyon sok szinkronicitást találtam benne, nagyon sok útmutatást, amit észre kell vennünk. Én úgy gondolom, hogy a mai világunkban is nagyon sok mindent észre kell vennünk. Észre kell vennünk a jeleket, föl kell használnunk ezeket az életünkbe. De mivel időnk is véges, szeretném, hogyha egy pár búcsú szót mondanál még itt a nézőknek és a hallgatóknak. Egy olyan idézetet szeretnék mondani, egy olyan idézetet hoztam, ami kiutat mutathat egy kicsit talán az útkeresőknek, a szorongóknak, pánikbetegeknek és erre a mostani helyzetre is, hogy az alagút végén a fény nem egy illúzió, hanem az alagút az. Az alagút az illúzió. Amelyben mennünk kell. Minden útkereső társunknak nagyon sok sikert kívánunk, vigyázzanak magukra. Minden jót! Viszontlátásra!